Az első fél volt egy periódus, amikor nagyon jól játszottunk, de a mérkőzés nagy részében azt gondolom, hogy jól játszott a csapat, de akkor ott 1-0-nál voltak olyan helyzetünk, ahol a Danilis bravúra védett, és talán akkor, hogyha rúgunk még egy gólt 2-0-nál másabb. A másik fél idő elején nem tudtunk kimenni, tehát nem akartunk mi visszállni, nem tudtunk kimenni, ugye kaptunk egy gólt is, de aztán ugye sikerült még egy gólt szerezni. Másikban is volt nagy helyzeteink, ugye nem mentek be, de a lényeg az, hogy nagyon fontos és nagyon értékes győzelmet arattunk. Debrecenben kiváló pontrugók vannak, kiváló érkezők vannak, meg vannak nem csak a úgymond technikai képességek ehhez, hanem a fizikai is, hiszen azért tőlünk jóval magasabb csapat a Debrecen, de mondom, nem ez döntött az első gólnál, hiszen ott abszolút figyelmetlenség okán került a labda hálónkba, azt is el kell mondani, hogy Danilov is azért többször gyönyörűen hálított, illetve azt is, hogy azért voltak nekünk is komoly gólszerzési lehetőségünk, amiket elpuskáztunk.